Memento mori, azaz emlékezz a halálra. Ez a felirat fogadja a látogatókat a fehérgyarmati temetőben. A sírkertben felkészülten várják az emlékezőket a hosszú hétvégén. Annak érdekében, hogy mindenki méltó módon tudjon tisztelegni elhunyt családtagja előtt, reggel 8 órától este 10 óráig tartanak nyitva. A város polgármestere azt mondta, folyamatosan fejlesztik a temetőt, hogy rendezett körülmények fogadják a látogatókat. Ebben az évben a képviselőtestület jelentős fejlesztést hajtott végre a temetőben. A feltöredezett térburkolatot új térburkolattal helyettesítette, térköveztünk, illetve megkezdődött a növényzetnek a cseréje is. Ez a folyamat tovább fog folytatódni, és természetesen ez nem a Minden Szentekhez kapcsolódik, hiszen a nyári időszakban ősszel igyekeztünk ezeket a munkálatokat elvégezni. Úgy gondolom, hogy most a városi temető az rendben van. Természetesen sok olyan feladat vár még ránk, amelyet el kell végezni. Fokozatosan figyelünk a temető fejlesztésére, és az elkövetkezendő időszakokban is új létesítmények újulnak meg itt Fehérgyarmaton. Most még be lehet hajtani a Mátészalkai temetőbe. November 1-én azonban csak délelőtt 10 óráig használhatják az autók a sírkertet, utána csak gyalog lehet bemenni. A temetőben hosszított nyitvatartással és megerősített biztonsági szolgálattal várják az emlékezőket. A nagy létszámra való tekintettel, a nagy forgalma tekintettel a biztonságos közlekedésre, illetve az itt tartózkodásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek kapcsán az önkormányzat közterületfelügyelői jelen lesznek ezeken a napokon a sírkertben. Fogják segíteni a közlekedést, illetve ha bárkinek bármilyen problémája, gondja lenne, akkor a közterületfelügyelőket minden további nélkül megszólíthatják, és a megfelelő instrukciókat a részükre el fogják tudni mondani. Legszebb arcát mutatja a nyíregyházi északi temető október végén. Ebben a sírkertben is felkészültek a magas látogatói számra. Már múlt szombattól hosszított nyitvatartást vezettek be, de a mostani hosszú hétvégén még tovább, este 8-ig várják az emlékezőket. 2021. október 30-án, 31-én, november 1-én és november 2-án reggel 7 és este 8 óra között tart nyitva a sírkert. 2021. november 3-án visszatérünk a szokásos nyitvatartási rendhez, azaz reggel 7-től délután 5-ig fog nyitvatartani a sírkert. A várható magas látogatói számra tekintettel 2021. november 1-én az északi temetőben reggel 7 és 10 óra között lehet behajtani gépjárművel, azzal a feltétellel, hogy 11 óráig el kell hagyni a temető területét. Ezen a napon a behajtás ingyenes lesz. Átmenetileg a temető zsúfoltságáról tekintettel átmenetileg forgalomkorlátozások léphetnek életbe, ez vonatkozik a temető körüli területekre, illetve a temetőbe történő behajtásra is. Ilyenkor számtalan gyertyát és mécses gyújtanak meg az emlékezők a síroknál. Az üzemeltetők és a katasztrófavédők azt kérik a látogatóktól, hogy a lángot minden esetben oltsák el, mikor hazaindulnak, nehogy a magára hagyott gyertya komolyabb tüzet okozzon a temetőben.